és javaslatát. Viszont azt tudják, hogy az egészségügyben rengeteg érdek, jövedelem problémák, vagyon, életminőség, biztonság, egy előkészítő munkát, egy nagy konszenzust és nagyon megfontolt változtatást szabad csak eszközölni. Kiváló orvos kollégáink és képviselőtársaink majd ezt a kérdést bővebben kifejtik, ezt rájuk kell bíznunk, hisz ők a szakpolitikusok. De azt, hogy nem tehetjük, amit megtett az előző 8 év alatt a szocialista liberális kormány, hogy látszatintézkedésekkel, páncélszekrény, aztán kassa, opni megszüntetése, vizitdíj, aztán kórházbezárás és privatizáció, ezek a kérdések így nem kezelhetők. Ez egy nagyon fontos terete az életnek, az egészségügy, és komplex tekintetben kell áttekinteni, amelyre a kormánynak elképzelései vannak. Csak kérem tisztelettel türelmüket, jobbikos képviselő társaimnak is, mert minden hasznos javaslatukat figyelembe fogunk venni, de egy hatalmas területről van szó, ahol érdekek feszülnek egymásnak, és nem lehet 2 perc alatt egy módosítványjal elintézni. Tehát ne állítsuk szembe a sportot és az egészségügyet, a kettő párba jár. Köszönöm, hogy meghallgattad. Köszönjük szépen. Közben a technikusoknak hadd jelezzem már, hogy én folyamatosan halkabban hallom a képviselőket, mint mondjuk tegnap, tehát lehet, hogy picit halkabbak vagyunk. Eddig azt hittem, hogy a hajnali 4:30-ös tegnapi vagy ma hajnali zárásunknak köszönhető, hogy ilyen halkan hallok mindent, de akkor ezek szerint engem is nehezebben lehetett hallani, mint korábban. Ebben kérek egy kis javítást, és akkor megyünk tovább. Megadom a szót az előre bejelentett felszólalók sorában Manninger Jenő képviselő úrnak. Fidesz. Tisztelt elnök, tisztelt ház, engedjék meg, hogy a közlekedésről szeretnék néhány szót szólni a költségvetés érintve nyilvánvalóan. Előtte azért röviden hagyd reagáljak arra, amelyet elhangzott egy ilyen mondat, hogy az önkormányzatok a sportra szánt kapott pénzüket másra költik. Én ezt nem így tudom, tehát általában az önkormányzatok jelent a nagyon is fontos tevékenységet folytatnak, amikor a helyi sportklubokat vagy szabadidő tevékenységeket támogatják. Ez a pénz nem olyan nagy, hogy arra kéne gondolni, hogy itt elúsznak az 10 és 100 milliók, mondjuk egy megyei önkormányzatnál 5-10 millió forintról van szó, ami azt hiszem, hogy igen hasznos. De visszatérve, tehát a közlekedésről is volt már szó, a közlekedésnél hagyj említsem meg, hogy a legfontosabb most ugye az, hogy ebben a nehéz költségvetési helyzetben, és különösen a megörökölt helyzetben, hiszen a infrastruktúra rendkívül leromlott az elmúlt években, hogy az uniós fejlesztések néha látványos előre lépésre tettek, hoztak létre lehetőséget. Ugyanakkor például a közútnál lehet ezt látni, hogy miközben valóban épültek autópályák, hol hitelből, hol az utóbbi időben szerencsére már uniós pénzekből. Általában azt lehet mondani, hogy az alsóbrendű utak közúthálózata igen leromlott, kevesebb jutott. Ebben a nehéz helyzetben azt tudja a költségvetés ígérni, hogy legalább annyit tud juttatni, mint az előző években, és majd az uniós források felhasználásával itt is egy javulás érhető el. Szó volt itt különböző autópályákról és útfejlesztésekről, ebben azért nem érdemes itt különösebben belemenni, mert ezt, ha bár címzetként nem jelöli meg a parlamenti költségvetés, de hogy természetesen a közlekedési operatív programban közöbb számos közútfejlesztést is tartalmaz. Hát ott szerepelnek ezek a közútfejlesztések, akár a 44-es útnak a fejlesztése, akár a 8-as útnak a fejlesztése, és hát új tervezésekre is szert szeretnénk tenni. Tudomásom szerint ilyen van előkészületben Sopron környékén, és hát természetesen mi nagyon szeretnénk, hogyha megindulna az előkészítése Szombathely és Zalaegerszeg összeköttetésének az M9-es nyomvonalán. Alapvetően persze új dolgokról van szó a közútfejlesztésben is, hiszen nem elsősorban az autópályák továbbfejlesztésében kell gondolkodni, hanem olyan sokkal környezetbarátabb és olcsóbb közutak, autóutak tervezésére. Ilyet szeretnénk nagykan is az Zalaegerszeg és Szombathely nyomvonalán is megvalósítani, de mondom, mindezek a közlekedési operatív program részei, tehát nem lehet számon kérni most ettől a költségvetési előterjesztést, hogy mindezeket nem tartalmazza, de tartalmazza viszont a fejezet azt, ami ehhez szükséges, azt a 7,2 milliárd forintot, ami szükséges az előkészítésekhez, az önrészekhez, tehát ahhoz a munkához, amelyhez aztán az uniós forrásokat hozzátéve lehet mindezt megvalósítani.
Természetesen a közlekedési operatív programban a kiemelkedő mégiscsak a vasútfejlesztés, hiszen az európai közlekedési koncepciókban ez kap elsőbséget, így Magyarországnak is sikerült rendkívül komoly forrásokat elnyernie. Ezek azt biztosítják elsősorban, hogy a nemzetközi hálózatokon tovább folyik a pályáképítése 160 km/h sebességre. Nagy kár, hogy a időközben, az elmúlt években viszont olyannyira leromlott, olyan kevés pénzt fordítottak a meglévő pályák karbantartására, hogy nagyon sokszor azt a ellentmondást tapasztalhattuk, hogy miközben 100 milliárdokat fordítottak a pályák építésére uniós pénzből, akközben nőtt a menekedő, például ugye a Hegyeshalom Budapest útvonalon, de tapasztalhatjuk egy máshoz is. Én azt remélem, hogy ez a következő év és azt követően megfordul ez a tendencia, és legalábbis nem csökken a menetidő, hanem végre a fejlesztéseknek már ezt a hatását is láthatjuk. Természetesen a magának a közlekedési szolgáltatásnak a biztosítása is komoly erőfeszítést igényel. A költségvetésben találhatunk 208 milliárd forintot a MÁV-START személyszállítás közszolgáltatásokra, a pályaműködtetésre külön 21 milliárdot, és a Gyesevret is támogatja a költségvetés, valamint a volán társaságokat is. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ez a költségvetés 260 milliárd forintban támogatja a különböző működéseket, ez igen jelentős, és lehetővé teszi azt, hogy a tavalyi szinten működjenek, de tudjuk azt, hogy igen komoly hitelállományt hordtak magukkal, így 2010-ben is a kormányzatnak ugye 31 milliárd forinttal a MÁV-ot ki kellett segíteni azért, hogy egyáltalán életképes maradjon. Sajnos ez a tendencia lesz jövőre is, hát ezek a pénzek elegendők ugyan a működésre, a mostani költségvetésből ennyit lehetett a MÁV és a többi közlekedési társaság fenntartására, működésére fordítani, de természetesen tovább kell vizsgálni azt, hogy hogyan nőtt meg ennyire a hitelállomány, hogyan lehetne a közlekedési cégek sokkal hatékonyabb működését szorgalmazni, és hát nyilvánvalóan majd igazi előrelépés az lesz, hogyha a MÁV és a Volán akár egy holdingba szervezve együtt szolgáltathat, és valóban megtörténik az, hogy a busz ráhord a vasútra, és a vasútnál olyan menetrendet lehet kialakítani. Ez jelentős előrelépés lesz. Ezek a jelenlegi költségek egyelőre a mostani működtetést biztosítják. Köszönöm szépen. Most pedig Kovács Tibor képviselő úrnak adom meg a szót, aki kiszaladt, mert egyébként utca van, akkor majd később legfeljebb visszatérünk rá. Lépünk tovább. Szabó Zsolt képviselő úr következik, Fidesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt ház! A 2011 évi költségvetés más, mint az eddigiek. Azért más, mert nem csak az okozatokat kezeli, hanem magát az okokat is. Mire gondolok? Én okozatnak tartom azt, például munkahelyteremtés szempontjából, hogy 60-ban egy teret az elmúlt években kétszer újítottak föl. Abból az egyik új felújítás, ami 100 millióba került, több mint 100 millióba, azt ajándékba kapták a város korábbi vezetése 2008-ban az akkori miniszterelnök úrtól. Én úgy gondolom, hogy ez nem teremtett vidéken munkahelyeket. A vidékről rengeteget beszélünk, és itt a házban is elhangzott több alkalommal is. Ha megengedik, néhány témára szeretnék rávilágítani. Nagyon jó, hogy épült autópálya, de vidéken 4 számjegyű utakra kilométerenként 2000 forint jutott a mi vidékünkön foldásra. Mindannyian tudjuk, hogy 2000 forintból egy négyzetméter utat nem lehet befoldani és rendbe tenni. Az árvíz és belvíz. Arra felénk nincs olyan folyó, nincs olyan patak, nincs olyan lefolyó, ami ki lenne takarítva. Valamennyi csatorna be van nőve, be van gazdasodva. Szeretnék utalni itt a házban elhangzott Heréd és a bérpatak összefüggésében az árvízre, de szeretnénk utalni arra, hogy 60 új 60-i részét teljesen elönti a víz jelen pillanatban is, és folyamatos küzdelem van. Valamennyi magyarországi folyót meg kell tekinteni, hogy hogy van benőve, hogy van tönkremenve. Én úgy gondolom, hogy ez a költségvetés a termékdíj bizonyos részének az átfordításával, és azzal, hogy a medrek kitakarítása 2011 évben megindul,
például az Agyva teljes vízfolyó rendszere, ez egy megfelelő ok megszüntetést eredményez arra, hogy ilyen árvízi helyzet ne kerüljön sorra. Szeretném azt is arra is felhívni a figyelmet, hogy 2010 évi költségvetésben nem nagyon kaptunk pénzt az árvízi védekedés megoldására. Mindenkit kár ért, a lakosságot, a mezőgazdaságot, az önkormányzatokat, az államot is, de azért tisztelettel és becsülettel helytállunk a dologban, és úgy gondolom, hogy kezeljük ezt a havári állapotot, ami az elmúlt évben kialakul. Mit kapott a vidék a korábbiakban? Hát a gyerekeknek az elvesztését. Az elmúlt 8 évben, 60-ban egy osztály gyermek tűnt el. Ha 60 nagyváros lenne mondjuk 1 millió lakossal, akkor azt mondanánk, hogy egy osztály nem sok. De azt vesszük, hogy ez az ottani gyermekeknek a 10%-át jelenti átlagosan, ez azért már sok. Ez megint okozatkezelés, ha azt mondjuk, hogy ezt megoldjuk. Mert az elmúlt 8 évben nem tudtuk megoldani. Viszont 2011 és 2012 az új oktatási törvény lehetővé teszi, hogy ne ezzel a felülvezérelt kvótarendszerrel próbáljuk a gyermekek kérdését megoldani az iskolákban, mint finanszírozás, és a családok megélhetését segítsük elő, konkrétan a családi adózással. Pont azoknál az embereknél, akik vállalnak, mernek vállalni több gyermeket a mai világban. Munkahelyteremtés, közszélú foglalkoztatás, megint csak okozat. Valódi munkahelyet jelent? Nem. Az egy dolog, hogy szeptemberben elfogyott a pénz, ami erre a célra meg lett határozva, ugye nekünk kellett kipótolni, hogy évvégéig fusson a dolog. De valódi munkahelyet azért nem jelentett, mert azok az emberek, akik ott dolgoztak, az egyfajta segélyként kapták ezt a foglalkoztatási rendszert. Átmenetileg az önkormányzatoknál néha valódi, de néha teljesen fölösleges dolgokra ez a pénz elfolyt és ez a foglalkoztatás elfolyt. Az a rendszer, ami következő évben a költségvetésben 65 milliárddal támogatott, az áprilistól életbe fog lépni, és ez lehetővé teszi, hogy olyan munkahelyeket teremtsen vállalkozóknál, ahol valódi megélhetést jelent ezeknek az embereknek. És ha megengedik, utoljára egy téma, az újratermelési érték, a többlettermelési érték, ami most hiányzik. Meg kell nézni, hogy mi az a termelő egység vidéken, mi az a foglalkoztató munkahely, ami valódi értéket teremt. Nem csak szolgáltat, ami nincs valódi értékteremtő része, hanem magyar alapanyagból, nyersanyagból, magyar terméket állít elő, és azt Magyarországon értékesítheti. A 90-es évek elején és közepén a magyar piacok nagy része valamennyi termék esetében el lett adva. Mire gondolok? Ebben az országban in memento 68 konzervgyár működött. Ma 14 van, és ennek a nagy része is külföldi tulajdonban van. Ez az ország cukortermelésbe kétszer annyit tudott, mint amennyire szüksége volt a piacokon. Ma az ország cukorigényének 40%-a kerül előállítása, és azok a külföldi befektetők, akik akkor nagy déreldúrra jöttek, azok valahogy mind eltűntek, és a cukorgyárok lebomlottak, leépítésre kerültek. Mindaddig, amíg ennek a problémának a gyökereit, az újratermelést és munkahelyteremtést ezáltal nem tudjuk megoldani, addig nincs tovább jövőképünk. Ezért fontos a 2011 évi költségvetés, ahol nem az okozattal, hanem már az okkal foglalkozunk, ezért kérem, hogy támogassák. Köszönöm szépen! 2 perces hozzászólás, Józsa István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Nagyon megindítóak voltak Szabó Zsolt képviselő társam szavai, és ebben a megindultságban én szeretném kérni, hogy tanulmányozza a piac működését. Ugyanis amit eltetszett mondani, az kísértetiesen hasonlít a marxi munkaérték elméletre, hogy miből keletkezik értéktöblet. A 19. század közepénél, a 21. században egy kicsit összetettebb a piacnak a működése, de annyi megmaradt belőle mindenképpen, hogy amit a hazai gyárak magyar munkával termelnek, az akkor hasznosul, akkor realizálódik az az értéktöblet, amit nagyon helyesen igényel, hogy keletkezzen,
hogyha ezt a terméket el lehet adni. Ehhez szükség van a keleti piacokra, nincs szükség a tavarisi konyecra, hogyha a konzervgyárakra gondol, nem tudom, testvérvárosi kapcsolatokat milyen irányba épít 60, de ez is sokat segíthet, hogyha a magyar konzervgyárak tradicionális piacait sikerül megragadni. Hasonlóképpen a cukorgyárak hatékonyságát gondolok a fenntartható fejlődésre, energiahatékonyságra szintén megvizsgálják. Tehát nagyon jó, amit képviselő úr mondott. A probléma az, hogy ezekre a célokra vajmi kevés forrást látható, található a 2011. évi költségvetésbe, arról a kormányzati húzavonáról nem is beszélve, hogy a ITDH akkor most működik, nem működik, kap pénzt a működésére, egyharmaddal kevesebb pénzt kap, mint korábban a piacépítési tevékenységére rendelkezésre áll. Egy szó mint száz, az az érték jön be az országba, amit el tudunk adni a világ piacain, és ehhez forrás kell, marketing kell, kormányzati támogatás kell. Köszönöm. Következik Nyikos László képviselő úr, előre bejelentett felszólalóként Jobbik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, szeretném a vita szekerének a rúdját kicsit más irányba fordítani. Azzal a bevezető gondolattal, hogy most már lassan több mint fél éve van módom, lehetőségem, kötelességem figyelemmel kísérni a parlamenti vitákat, és az a vélemény rögződött bennem, most már több mint benyomás, hanem inkább vélemény, hogy a parlament két fő funkciója közül, tehát a törvényhozás és az ellenőrzés mint két fő funkció közül óriási mértékben dominál a törvényhozás, valóságos törvénygyárként működünk. Engedjenek meg egy szubjektív becslést, én olyan 9-1 arányt tudnék mondani így kapásból a törvényhozás javára és a ellenőrzéssel szemben. Én ezt rendkívül kevésnek tartom, hiszen arra is ügyelni kell, egyrészt, hogy jó törvényeket hozzunk, ami ilyen tömeggyártás mellett igencsak nehezen garantálható. Másrészt a meghozott törvényeknek a végrehajtását ellenőriztessük azokkal az intézményekkel, amelyek erre hivatottak, mert az a törvény, aminek a végrehajtását, betartását nem ellenőrzik, netán nem szankcionálják, ha ez indokolt, az a törvény sajnos nem sokat ér. Nos, bevezető gondolat után szeretném azt a meggyőződésemet hangsúlyozni, hogy az ellenőrzés maga, a pénzügyi ellenőrzés, ami a költségvetéssel függ össze, az már a tervezésnél kezdődik, tehát a költségvetési törvény vitájában is implicit vagy indirekt módon az ellenőrzés is előfordul. Néhány mozzanat már az eddigi viták során is előkerült ebből, és ennek kapcsán szeretném az egyik indítványomat kommentálni, nevezetesen a költségvetési rendszer első 8 fejezetébe tartozó állami számvevőszéket, amit alkotmányos fejezetnek is mondanak. Ennek több sajátossága van, többek között az, hogy a törvényjavaslat nem megy keresztül azon a kormányzati szűrőn, ami mondjuk egy normál minisztérium, vagy más fejezet keresztül megy. Tehát azt is mondhatnám, hogy semmiféle kontroll nincs azok mögött, a számok mögött, amelyeket végül is ide terjeszt a nagy költségvetési törvényjavaslat kötetekben a kormány. Az általános vitát követően a parlament többsége jóvá hagyta azokat a keretszámokat, sarokszámokat, amelyek a fejezetek támogatási összegét, illetve kiadási végösszegét tartalmazzák. Ennek keretében hagyta jóvá az országgyűlés az állami számvevőszéknek a 7,2 milliárdos jövő évi támogatási igényét, azok ismerete nélkül, hogy ezt a támogatási összeget ugyan mire fogja majd, vagyis közelebbről milyen részletességgel fogja felhasználni. Gyakorlatilag két számot kapott az országgyűlés, magát a kiadási főösszeget, ezt a bizonyos 7,2 milliárdot, ami azért nem kis szám, mert szűke pátriámat vagy
városomat említve, Szentendrének az éves költségvetése 7,2 milliárd forint, tehát azért ez egy megbecsülendő, tisztességes összeg. Továbbá egy másik számot kaptunk, a létszámot, ami 2 hiány 600 főre duzzadhatna jövő évben.